Itt van dr. Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát ugye itt volt ez a bizonyos karantén időszak, ugye ennek most már vége, kinyitottak az éttermek, szállodák, mindenhova lehet menni, visszatértek a home office-ból a cégek munkatársai, de ugye arról keveset beszélünk, hogy voltak olyan cégek, állami nagyvállalatok, ahol nem volt home office és nem volt maradj otthon kampány. Melyek voltak ezek, akik folyamatosan teljesítettek? A nagy állami közszolgáltató cégek. A vasút, a Volán, a vízszolgáltatók, a elektromos áram, a gáz, a Magyar Posta dolgozói, az közutasok, azok bizony a pandémia időszak alatt is napi 24 órás szolgálatban voltak, és némi büszkeséggel is ezért a teljesítményért illő köszönettel mondom, hogy ez a mintegy 100 000 ember, ez helytállt, és minden időszakban biztosította azokat a közszolgáltatásokat, amelyekre az egész társadalomnak minden emberre szüksége van. Ugye azt láthattuk, hogy a versenyszférában nagyon nagy arányú elbocsátások voltak, voltak szektorok, amelyek teljesen leálltak, és itt sokan vesztették el a munkájukat. Ezeknél a cégeknél volt elbocsátás, vagy leépítés kényszerűen? A kormány és miniszterelnök úr többször elmondta, hogy a pandémia alatt az elsődleges cél a munkahelyek megtartása, és ugye elsősorban a versenyszférára gondolva azt mondtuk, hogy ahány munkahelyet elvisz a járvány, mi annyit pótolni fogunk. Örömmel mondom, hogy a közszolgáltatásban erre nem volt szükség. A pandémia másfél éve alatt a közszolgáltatásban egyetlen egy munkahelyet sem veszítettünk el, sőt, ahogy ön is utalt rá, a versenyszférából elbocsájtott dolgozók, például autóbusz sofőrök, azok munkára és megélhetésre találtak a közszolgáltató állami vállalatnál. Örülök, hogy ezt a példát mondtam, mert ugye mindig a versenyszférát és a közszférát emlegetjük a tekintetben, hogy ugye versenyeznek a munkaerőért, és mindenféle szolgáltatásokkal és jó megbecsüléssel és fizetéssel is ugye igyekeznek oda csábítani a munkavállalókat. Mi most az aktuális helyzet a bérezés tekintetében? A bérezés tekintetében, ugye, ha emlékeznek a kedves nézőkre, február közepén nyílt arra lehetőség, hogy mivel a munkaadók és a munkavállalók nem tudtak megegyezni, a kormány, pénzügyminiszter úr hirdette ki a 2021 évre vonatkozó legalacsonyabb minimálbér, illetve a legalacsonyabb szakmunkás bérösszegét. Ez a versenyszférára irányadó bér természetesen, ha nem is kötelező, de irányadó a közszolgáltatókra, hiszen egy igazodási pontot jelent. A február közepén megindultak a tárgyalások ezeknél a nagy állami vállalatoknál is, elsősorban a munkaadók, tehát a vállalatok vezetői és a dolgozókat képviselő szakszervezetek között. És akkor az első időkben arról volt szó, hogy idén a munkahelyek megtartása továbbra is az elsődleges cél. Tapasztalva azonban a közszolgáltatás kiváló teljesítményét és az újraindításnak a jó ütemét és ebben fektetett közös reményeinket, kormány úgy döntött, hogy 2021. július 1-től, tehát a második fél év kezdő időpontjától a közszolgáltatás 5 legfontosabb vállalatában újabb 3 éves bérmegállapodást köt, és évi 5%, összesen 15%, 3 év alatt összesen 15% bérnövekedést tesz lehetővé. Azt mondta, hogy újabb, akkor nem ez volt az első ilyen 3 éves bérmegállapodás? Örömmel emlékeztetem a kedves nézőket arra, hogy 2017-ben már létrehoztunk egyszer az állami szférában egy 3 éves bérmegállapodást, akkor 3 év alatt 30% bérnövekedést, hiszen akkor lendületben volt a gazdaság, és erre lehetőség volt, tűztünk ki, és ez a 30%-ot bizony alaposan túl teljesítettük ez alatt a 3 év alatt. Igen jó volt a fogadtatása, nagyban hozzájárult a állami vállalatoknál dolgozók bérfelzárkóztatásához, és ezt a 3 éves megállapodásnak a bizalmi tőkéje alapján, hiszen akkor is az állam bízott a munkavállalókba, a munkavállalók pedig az államba, ezt a bizalmat előlegezte meg most a kormány,
akkor egy újabb 3 éves megállapodást. Érezhető volt ez a kölcsönös bizalom a tárgyalások során is? Tehát milyen volt az atmoszféra, hangulat? A vállalatoknál, alapvetően a vállalatoknál folytattuk ezeket a tárgyalásokat. Ugyanakkor van a közszolgáltató vállalatoknak egy érdekegyeztető fóruma, ahol a legnagyobb állami vállalatokat egyesítőn a Stratos, Stratégiai Vállalatok Szövetsége, és a 50-valahány szakszervezet képviselőjét tömörítő 3 liga vezetői ülnek össze. Ott általában alapelveket tisztázunk, ez most is megtörtént. Kétségtelen, hogy volt február közepe óta egy kis türelmetlenség, tehát sürgettek bennünket, hogy mielőbb kössük meg a megállapodásokat, de lévén, hogy ezek alapvetően a munkaadók és a munkavállalók egyességétől függ, ezért a kormány természetes kötelezettségét teljesítve szabad utat engedett a vállalati megállapodásoknak. Úgyhogy ezek alapján érlelődött meg az a helyzet, hogy a kormány ezt a 3 éves bérmegállapodást lehetővé tette. Milyen költségvetési vonzata van ennek a lépésnek? Ön is említette, hogy itt közel 100 000 munkavállalóról beszélünk. Ez így van, ez a 3 évre az előzetes számítások szerint mintegy 152 milliárd forintot jelent, tehát egy jelentős összeget. Több gazdaságpolitikai döntés feltételéül szabta a miniszterelnök úr és a pénzügyminiszter úr is ugye a GDP arányát, tehát hogy milyen teljesítőképes a gazdaság. Ennek a bérmegállapodásnak vagy béremelésnek volt bármilyen feltétele? Tehát mit tette lehetővé azt, hogy most ez megszületett? Ennek ilyen feltétele nem volt, tehát sem a GDP-nek a 5%-os mércéje, sem más egyéb nem volt. Itt, mint előbb is említettem, itt alapvetően a munkavállalóinkba vetett bizalom, tehát az, hogy ezt a megelőlegezett bérmegállapodás alapján fenntartják a munkabékét, amely 2010 óta Magyarországon töretlenül fennáll. Erről kevesebbet szoktunk beszélni, pedig érdemes lenne néha 2010 előtt azért vasutasztrájkok, ilyen-olyan munkabeszüntetések, figyelmeztető megmozdulások. 2010 óta Magyarországon munkabéke van, nyugalom van, és munkabéke van, tehát az ennek alapján kialakult bizalom alapozta meg ezt a megállapodást, és ezért a kormány ezt nem kötötte gazdasági feltételekhez. Választási év jön, 22-ben sem számítanak arra, hogy adott esetben mondjuk átpolitizálódik ez a terület is? Nagyon nehéz erre korrekt vagy valós választ mondani. Korrekt válasz az, hogy természetesen nem tudom. Én ezzel együtt nagyon bízom abban, hogy ezek a nagy közszolgáltató vállalatok, amelyek biztos munkahelyet jelentenek az ott dolgozóknak, most egy kiszámítható jövedelmet jelentenek az ott dolgozóknak. Egy mindenképpen, aki olvas újságot, néz televíziót, hallgat rádiót, az nap mint nap arról értesül, hogy hol 5, hol 10, hol 15 új korszerű buszt adunk át, több mint 400 darabot fogunk ebben az évben átadni. Modernizáljuk a vasútvonalakat, tehát szinte minden területen egy biztos munkalehetőséget, biztos megélhetés jelent. Én személy szerint nagyon bízom benne, hogy az itt dolgozó kollektívák nem fognak elcsábulni a napi politika hívó vagy szavának, és elsősorban a munkahelyüket és a munkájukat fogják becsülni. Államtitkár úr, köszönöm szépen, hogy itt vagy. Nagyon szívesen.